Gyermek és felnőtt biciklik sorakoztak a Szederkényi Művelődési Ház udvarán. A Baranyai településen ugyanis kerékpáros szemléletformáló napot tartottak május utolsó hétvégéjén. Az eseményen Mamül Balázs polgármester bejelentette, hogy bár még munkaterület, kellő óvatossággal használható az az új bringaút, amelyen túrát szerveztek erre a napra. Ezekkel az új kétkerekű járművekkel tehették meg a távot a jelentkezők. Ez is a projektnek a része, egy eszközbeszerzés. Volt szerencsénk kerékpárokat, gyermek és felnőtt kerékpárokat vásárolni, és ezeket civil szervezeteink tudják majd használni, illetve a futóbicikliket, azokat fel fogjuk ajánlani az óvodának. A kerékpáros rendezvényt idén összekötötték a gyereknappal, így a kicsik sem maradtak szórakoztató programok nélkül. Ribizli Bohóc műsorával indultak az események, de számos érdekességgel is készültek a szervezők. A kerékpáros ügyességi verseny, kresztesztek, rendőrautó, tűzoltó, minden, ami a gyerekeknek reméljük, hogy nagyon vonzó, csillámtetoválás, és a legybekötve, és a felnőttek közben elmennek egy kerékpártúrára, Hásságyra, és mire visszaérnek, akkor egy brezbenddel fogunk zárni a délutáni műsort. A borongós időjárás nem tántorította el a kerékpározás szerelmeseit, így gond nélkül megtartották a biciklistúrát. A hűvösebb idő és a szemerkélő eső ellenére több mint 250 felnőtt és gyermek vett részt a programokon.